A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Jó napot kívánok! Mai adásunkban többek között Sors Tamás meséli el, hogyan is várja a riói paralimpiát. Ám rajta kívül még másokat is tartogatunk önöknek. Mutatom kiket is. Peking és London utáni címvédésre készül Sors Tamás. A Hódmezővásárhelyi edzőtáborban végzi felkészülése utolsó fázisát. Szekeres Pál szerint a paralimpián is sikersportág lesz a vívás. Szinte minden számban érmet remél. Boronkai Péternek, ami úszóként nem sikerült, triatlonistaként viszont igen, hiszen viszontagságos úton kvótát szerzett. Hajtos Bertalan pályafutása befejezése után is a judó közelében maradt. Jelenleg Burányi Flórát készíti fel Rióra. Csupán 17 éves volt, amikor Pekingben győzelmet szerzett a paralimpián. A versenyre fel lehet készülni, ám egy hirtelen jött sikerre már nehezebb. Többek között erről is beszélgettünk Sors Tamással. Világcsúcstartó, többszörös paralimpiai, világ és Európa bajnok. Ez Sors Tamás dicsőséglistája. Az első paralimpiai győzelmét Pekingben szerezte, ahol a magyar csapat egyetlen aranyérmese. Ráadásul ekkor csupán még csak 17 éves. Nagyon nehéz volt, hiszen előtte én nem úgy sem voltam az a fajta ember, aki szeretett középpontban lenni, meg én kicsit még nem elzárkózott voltam, de úgy olyan, én szerettem csak a saját közegemet, és aztán hirtelen teljesen megváltozott az életem, úgyhogy abszolút egy ilyen 180 fokos fordulatot vett minden. Nehéz volt. Mit volt a legnehezebb megszoknod? Nekem mindig az volt a szemem előtt, hogy Peking, ugye az első paralimpiám, hogy Peking, nagy verseny, készülni kell, jó időt kell úsznom, és úgy mentem ki, hogy tényleg megvan rá az esélyem, elvártam magamtól, és ez nagy teher volt. Utána az, hogy sikerült is, egy ilyen az embernek egy álma megvalósult, tehát hogy sikerült, és utána nem tudtam, hogy most mi van. Üresség jött? Igen, ez az ilyen úgymond üresség volt utána. Az én edzőm mindig ezt úgy hívja, hogy Everest betegség, hogy amikor felérünk a csúcsra, akkor onnan akkor hova tovább, de aztán lett tovább. Hát amit a legjobban utálok, az szerintem a vízbe ugrás maga, az a legszörnyűbb érzés reggel. De amikor leúszom az első párhoz, már teljesen átformálódjak. De ez ugyanaz, mint a reggeli felkelés. Az első pár perc a legrosszabb, amikor felkapcsolod a lámpát. Ezt sose lehet megszokni, ezt a reggeli kelés nem lehet. Pedig Tamás már több mint 15 éve kell hajnalban a reggeli edzések miatt. Igaz, amikor elkezdte az úszást, még ő sem gondolta, hogy pályafutása ilyen sokáig fog tartani. Ez nekem abszolút csak ilyen kis sportként indult, tehát nem volt semmi komoly célom vele. Hát elég fiatal is voltam nyilván, azt tudtam, hogy mi az, hogy versenysport még szerintem. Eleinte engem a barátok tartottak ott, nagyon jó barátságok kialakultak, ugye. Én nekem az összes barátom is mai napig az uszodából van. Úgyhogy talán az volt, az egy ilyen kis család volt ott, az egy nagyon jó közösség volt, és hát az egész gyerekkoromat ott töltöttem az uszodába a barátokkal. Londonnál elvártad magadtól, hogy megvédd a paralimpiai címedet? Na, hát ha Pekingben én elvártam, akkor Londonban még inkább elvártam. Én egészen Peking óta veretlen voltam ebből a számból, ugye a 100 méter pilangóból, és nyilván úgy mentem ki megint, hogy ezt nekem meg kell nyernem. Csak ugye nyilván egy paralimpián mindenki a legjobb akar lenni, és ott mindenki a legkeményebb. És az nagyon nehéz, tehát hiába voltam mentálisan erős, és tudtam, hogy én vagyok a legjobb, és egyelőre a papírforma is azt mutatja, mégis valahogy az nagyobb teher volt, és nagyobb izgalom. És aztán ugye itthon is mindenki elvárta tőlem, titkon a családom is, meg persze maga az egész szövetség, mindenki. Tehát már be volt harangozva, hogy Sors Tamástól elvárjuk az aranyat, és ez nehéz volt. Mm-hmm.
Tamás pedig megbirkózott az elvárásokkal, hiszen címvédőként érkezett Londonba, és aranyéremmel a nyakában távozott. De én olyan ember vagyok, aki így nem nagyon ragaszkodik tárgyakhoz, valahogy így nekem ez nincs meg. Nekem minden emlék ott van, úgymond a fejemben, és az érzés még mai napig megvan, ahogy átadják az érmet, és felállok a dobogóra és a himnusz, az valahogy nekem erősebb mindig, mint egy érem. De persze nagyon szép dolog, és nagyon jó az érem. Mit mondanak neked a jelenlegi idő eredményeid? Jó formában érzem magam. Van egyébként, hogy kicsit visszafogom magam. Szóval tényleg van, hogy meg kell hajtani valamit, nagyon meghajtom, de amikor érzem már, hogy esetleg túl jó lesz, akkor valahogy egy kicsit mégis úgy vagyok vele, hogy fékezem magam. Volt az alapozási időszak, akkor ott nagyon hajtottam, és nyilván az nagyon kemény volt, akkor ott nagyon jó időket úsztam. Most viszont tényleg egy kicsit óvatosan vagyok. Ki az, aki ilyenkor tud téged kezelni? Senki. Nem, egyébként én egy nagyon laza sportoló vagyok. Tehát engem azért eléggé kell motiválni évközben. Én van, hogy nem tudok mindig 100%-ot hozni edzésen. Én inkább versenyző típus vagyok, tehát nekem az edzés az mindig sokkal nehezebb. Az edzőmnek nyilván nehéz dolga van velem ilyen szempontból, de mindig én akkor kezdek el nagyon kemény, és akkor kezdek el olyan frusztrált lenni, és kicsit olyan elvarázsolt, amikor már látom magam előtt a célt, amikor már nagyon közel vagyunk egy versenyhez. Előtte azért kicsit erővel meg kell magam emberelni. Címvédés lesz? Nem tudom, így már megfogadtam, hogy nem fogok előre kijelenteni semmit. Ha egyéni csúcsokat úszok, akkor én nagyon boldog vagyok, ha egyéni csúcsokat jövök, az már jó eredményre vezethet. Úgyhogy nekem most tényleg ez a célom, hogy úgy menjek ki, hogy jól érzem magam, jót akarok versenyezni, és mondjuk egy 4 évvel ezelőtti időket megjavítsam. Pályafutásom egyébként eddig felfeleivel, és tényleg, ha a paralimpiákat nézzük, akkor eddig csak jobb eredményeket értem el. Nyilván minden sportoló életében vannak mélypontok, én is átéltem azokat, de már vagyok olyan rutinos, hogy ezekkel számoltam, és ez benne van, de hiszen minden ember így éli az életét, mindig vannak fent és lent pillanatok, vagy akár hosszabb időszakok is. Én remélem, hogy amikor kint leszek Rióban, akkor az fent lesz, és fent is marad. Paravívóink minden világeseményen az elsők között végeznek. Szekeres Pál szövetségi kapitány szerint a legfényesebb éremre esélyesek női versenyzőink, ahogyan egyszem férfi indulónk Osváth Richárd is. A háromszoros paralimpiai bajnok Szekeres Pál sikeres sportpályafutást tutat magáénak. A világon egyedüli emberként olimpián és paralimpián is szerzett érmet. Sportkarrierje alatt is már számos sportvezetői tisztséget betöltött. Rióban is több feladata lesz, de talán nem meglepő, hogy az a legfontosabb számára, hogy szövetségi kapitányként a magyar vívók a legjobb eredményt hozzák ki magukból. Nagyon-nagyon nehéz kvalifikációs időszak volt, szerintem soha nem volt még ilyen nehéz kijutni, mint most. És ennek kapcsán igyekeztem a lehető legtöbb versenyre elutazni a versenyzőkkel, illetve hát köszönhetően a Magyar Vívó Szövetségnek meg a Magyar Paralimpiai Bizottságnak mindenhova el tudtunk utazni. Tehát az a létszám, ami most kijut Rióba, az nem azért ennyi, mert nem kaptunk meg minden lehetőséget, hanem azért ennyi, mert elképesztően nehéz kijutni. Az 5 kvóta, amit szereztünk, azért az úgy gondolom, hogy azért ez egy komoly erő. Ráadásul úgy, hogyha megnézzük, hogy állnak ezek a versenyzők a kvalifikációs világranglistán, akkor az erősebbik fegyvernemükben a legrosszabb helyezésünk a 3. Tehát az 5 versenyzőnek a jobbik versenyszámában a legrosszabb pozíció, amire befutottunk, az a 3. Főleg a törversenyszámokban nagyon-nagyon erős Kína. Tehát ott a 6 versenyszámból talán a 1 lesz, ahol reálisan nem kínai aranyérem, vagy nem ázsiai aranyérmet lehet számolni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz. És akik meglepetést okozhatnak viszont ebben a nagy kínai
ázsiai fölényben azok a magyar lányok. Tehát ugye a magyar kerekesszékes női tőrcsapat. A világbajnokságon egyes kiemelt lesz Rióban, és győztük le itt a kvalifikációs időszakban Hongkongot is, és Kínát is vertük meg. Hát szerintem mi vagyunk az egyetlen, akit az elmúlt néhány évben Kínát le tudta győzni ilyen világkupa versenyen. Egerben az első helyért tudtuk őket megverni. Úgyhogy én Érdemben nagyon bízom, hogyha összejön az, ami egy csapatvívásnál össze kell jönni, és hogyha mondjuk megkezdjük a Szilágyi Áront, vagy a Százszemesét, hogy mi kell ahhoz, hogy egy magyar csapat világversenyt nyerjen, az kell, hogy mind a három versenyzőnek nagyon jól kell vívni. Az egy nagyon nagy kérdés, hogyha négy évben egyszer van egy ilyen lehetőség, és annak kérdés, hogy világlista egyesek vagyunk, nem mi vagyunk a favoritok, hogy elbírjuk ezt a terhet, és ott, ha van egy olyan mérkőzéssel, az elsőért vívhatunk velük, ott abban a másfél órában tudják-e a lányok hozni azt az ideális csúcsformát, amihez nagyon sok minden kell. A szerencsén kívül, meg azon a kis isteni szikrán kívül, amire azt szoktunk mondani, hogy napja van, azon kívül mindent meg fogunk tenni. Az, hogy ennek mi lesz a kifutása, ez nagyon-nagyon sok mindenem múlik. Ugye nem véletlen, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság most már hosszú évtizedek óta úgy számol, hogy összerakja az éremesélyeket, és utána elosztja hárommal. Tehát, hogy én is azt mondom, hogy mondjuk 2-3 érem van a vívókba, akkor, ha most ezt felszorozzuk, akkor ebben az optimális, ideális esetben ebből akár 6 érem is lehet. Én úgy gondolom, hogy egy Krajnyák Zsuzsának, vagy egy Dani Gyöngyinek rutinos versenyzőként ez nem lesz egy ismeretlen helyzet. Ugye Ricsi így debütált Londonban, hogy egy bronzérmet szerzett. Az Amarilla meg az Évi még nem találkozott ilyen helyzettel. Náluk ez nagyon nagy kérdés. De hát ott vannak az idősebbek, a tapasztaltabbak, ott vannak az edzők mellettük, ott vagyunk, ott van egy stáb, úgyhogy igyekszünk ezt megoldani. De ugye meglepetések mindig vannak. Tehát én azt is biztosra mondtam volna, hogy hát itt két dolog biztos az EB-n. Egy, hogy az olaszok nem fognak jeleskedni a szervezéssel, a másik az, hogy a Krajnyák Zsuzsa a női tőr egyénit megnyeri, és a magyar lányok megnyerik a női tőr csapatot. És ezek után ugye Krajnyák Zsuzsa kikapott egy ukrántól, és utána egyszer csak azt láttuk, hogy a Hajmás Évi az ukrán lányjal, és a biztosan kalkulált aranyérem még akár el is úszhat. Aztán mit csinálta a Hajmás Évi? Ugye leverte 15-5-re ezt az ukrán lányt, egy másodpercig nem hagyott esélyt. Tehát nagyon sok rejtett erő is van ebben a csapatban. Krajnyák Zsuzsa meg a Dani Gyöngyi 4-4 versenyszámban indul, és másik három versenyzőnk, a Ricsi, a Hajmás Évi és a Veres Amarilla kettőben, ez ugye mutatja, hogy azért a versenyzők is több lábon állnak. A poklot és a mennyet is megjárta Boronkai Péter paratriatlonista. Alig egy hajszállal maradt le az induló keretből, és már le is mondott a paralimpiai szereplésről, amikor jött a megváltó telefonhívás, hogy mégiscsak ott lesz Rióban. Nem csoda, hogy a kecskeméti sportoló boldogan kezdett a csomagoláshoz. Így néz ki a tatyó. Ez egy ilyen zsák, egy ilyen speciális anyagból van, majdhogy nem törhetetlen. Van egy elég komoly kerékpárom, és nagyon nehéz szállítani, és hát az utóbbi időszakban sikerült egy olyan speciális táskát beszerezzek. Hozzáteszem, megnézték, hogy ki vagyok, mi vagyok, és azt mondták, hogy nem kell kifizetni, mert ezzel téged megtámogatni. Ez egy nagyon komoly táska. Kifejezetten egy ilyen időfutam kerékpárhoz van. Hál' Istennek ez is megoldódott, hogy hogyan szállíts, mert ez nagyon nehéz kérdés. Sok esetben ezért fizetni kell a reptéren. Valószínű, hogy több kerékszettet is fogok vinni az olimpiára. Mert hogy, ugye ez mindig pályafüggő, hogy melyik kereket használja a versenyző. Volt már olyan, hogy valaki ilyen magas peremű vagy teli kerékkel jött, és hát az mondjuk a szél van, akkor az annyira nem fain. Egy jó 2-3 hete derült ki, hogy Magyarország nem kapott szabad kártyát a paralimpiára, a triatlon sportágban.
Én már akkor elengedtem ezt a dolgot, új tervek után néztem, beterveztem egy hosszabb távú világbajnokságot, egy középtávú Európa-bajnokságot. Engem nagy csalódás ért az első értesítésre, hogy nem mehet, mert láttam az igyekezetét, a felkészültségét, az akaraterejét, és évek óta, amit megtett ezért, minden a sportról szólt, minden a... Ahogy kiderült, hogy Rióba lesz olimpia, ő attól kezdve ezt tűzte ki célul. Ez a soha nem adjuk fel című jelszó, ez most bejött. Bíztunk benne, tehát több esélyes volt a dolog, miután kiderült, hogy nem kapta meg a kvótát. Egyrészt számítottunk arra, hogy még a wild card bejöhet, a szabad kártya, nem jött be, és számítottunk arra, nem elegáns a dolog, azt tudom, hogy hát, ha valaki kiesik valamilyen oknál fogva, hát ez történt meg. Kimentem Londonba egy barátomékhoz, és egy ilyen wellness centerbe éppen ültem a szaunába, amikor felugrott a wifi-re a telefonom, és hát millió egy messenger üzenet folyamatosan pittyegett a telefonon, mi a búbánat lehet ez. Hát nem volt térerő, és fel kellett menjek az épület felszintjére, és hát ott London beárosabb az utcán egyszer tűtörő közülbe. Telefonban a kezemben állok, és kitölt rajtam az okogása az örömbe. Hát kb. Sokkot kaptam, hogy gratulálok Rióhoz, ez volt az üzenet. Azt el sem tudom mondani. Csodálatos érzés volt. Ő hívott föl, még Londonból. Lehet, hogy én voltam az első. És hát potyogtak a könnyeim. Ismervén azért az elmúlt 20 éves sport múltját, mindig ott motoszkált azért a kis fénysugár, hogy hát, ha bejön, sikerült, bejött. Tudomásom szerint egy ausztrál versenyző vagy kizártak, vagy valamiatt, vagy visszalépett, ebben nem vagyok biztos, ebben még jelentősége nincs. A lényeg az, hogy ott leszek Rióban, és a világ legjobb 11 versenyzője közé kikerültem, úgyhogy azt gondolom, hogy az én pályafutásomra az ira pontot ezt fogja felrakni, hogy kijutottam, és ott leszek. Itt voltak problémák nem csak a sportterén, hanem az életem más területein is, és azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy elégtétel. Tehát az a munka, amit én elvégeztem, az ne vesszen el, ezt a Jóisten megadta nekünk. Az edzőm, a Gyula bácsi azt mondta, hogy Petikém, hát ezt a Jóisten intézte így, hát ez meg volt írva, hát ezt egy... Szomorúak voltunk, de ez így megadta nekünk ezt a lehetőséget, hogy na, azért mégiscsak azért mindjom, ott a helyünk. Életem legjobb formájában vagyok. Az, hogy ez majd mire lesz elég a paralimpián, azt nem tudom. Most is belegondolok így a könnyeimet nyelem, hogy tényleg ez a lehetőség megadatott nekünk, ott leszünk, és elsőként képviseltem Magyarországot ebben a sportágban, hiszen először fog szerepelni. És hát szakemberek szerint a legnézettebb sportága lesz, hiszen itt nem kell fizetni, ez len lesz a Copacabanán az egész verseny, több százezer ember lesz len, és ott lesz, és tombolni fog, és szurkolni fog. Most abban a szakaszában vagyok az életemnek, hogy ha hazajövök Rióból, nem mondom, hogy Tokióban gondolkozom, de nem fogok leállni. Tehát most így úgy érzem, hogy fenn vagyok a hullámon, és tényleg kimásztam a mélyből, a pokol legmélyebb bújját megértem az elmúlt hetekben, és most így hihetetlen felszabadulást érzek magamban. Most, hogy miben reménykedünk? Abban, hogy önmagát túl tudja teljesíteni. Ez a legfontosabb. Én nagyon szeretném, ha sikerülne neki érmet szerezni. Nagyon szeretném. Hát akkor irány Rio. Bár nem lesz jelen Rióban, de tanítványa tatamira lép Hajtós Bertalannak. Az 1992-es barcelonai olimpia ezüstérmes judósa nem csak fizikálisan, de mentálisan is felkészítette Burányi Flórát. Az én edzőm a Keserő József, akkor a Varázsoknál volt szövetségkapitány,
és azt hiszem 2009-ben Debrecenben volt az Európa-bajnokság, és megkért, hogy menjek el neki segíteni, mert több versenyző volt, és lehet, hogy egyszerre két versenyző ment, és nem tudott volna bejönni a egyszerre két versenyzőnek, és akkor elmentem segíteni, és ott ismerkedtem meg ezzel az egész parasporttal, és ott ismerkedtem meg a Burányi Flórával is, és utána Flóra megkeresett a verseny után, hogy Bessze bácsi nem lenne az edzőm. És így kerültem kapcsolatba a Flórával. Hát ő nagyon hálás. Ezt szoktam mondani itt a tanítványának, hogy ha nézetet meg forrát, ott sérült azért, persze parasportoló. Minden edzésen itt van, nem hiányzik edzésről, soha lelkismeresen megcsinálja a munkát, mondom, ti meg épek vagytok, nincs semmi problémátok, és akkor mégis állandóan beszélgetem kell, hogy nem jöttek edzésre, hiányoztok, nem csináljátok a munkát rendesen, és mondtam nekik, hogy akkor Flóráról példát lehet venni. Szerintem minden sportoló életében vannak olyan dolgok, hogy egyszer fent, egyszer lent, tehát ezt nem kerülheti el senki. Úgyhogy ezen nagyon nehéz az embernek túltenni magát, de hogyha valaki nem erős fejbe akar az belezakni, és utána azt fogja mondani, hogy elég abban hagyom. Hát az én pályafutásomban is volt egy jó pár ilyen, amikor Helsinki az Európa-bajnokságot elvették. Tehát az, ahogy 1989-ben akkor volt egy nagy törés, mert hát persze az ember mindig szeretné nyerni, és a bírói tévedés volt. Aztán jött a 92 Barcelona, ahol pedig olimpia arany. Hát az volt a legnagyobb szerintem, mert az ember soha nem fogja elfelejteni, és ezzel mindig szembesül bárkivel találkozik. Barcelonába kimentem az olimpiára, és azt mondták, hogy van, hogy a második ezek a versenyt, akkor leírtam volna azonnal, de hát föl kell állni mindig. Egy jó sportoló, ahogy az állandóan föláll, az nem, hanem hátrál meg. Szoktál neki mesélni a pályafutásodról? Tudja, hogy ki vagy? Persze, hogy tudja, persze szoktunk beszélni erről. Igen, nagyon sokat szoktam mesélni nekik edzés után, amikor maradunk, mert általában edzés után nem megy ki mindenki, hanem itt leülünk, és akkor kérdezgetik a saját tanítványaim is, hogy akkor Bessze bácsi, ez akkor hogy volt, mint volt, és jó fél órát beszélgettünk még. Flóra is szokta kérdezni, hogy akkor, amikor ilyen én versenyeztem, akkor hogy volt, amikor felmentem a szőnyegre, mit csináltam, hogy kezdtem el, tehát persze ezeket el szoktam nekik mondani. Ez még érzésileg ma még benned van? Hát megmondom őszintén, szoktam még mindig álmodni, mert pedig már 16 éve befejeztem a versenyzést, és szoktam még mindig álmodni, hogy hívnak a szőnyegre és versenyzek. Hát az hiányzik az a része, az edzés részével nem hiányzik, megmondom őszintén, de még a verseny igen. A Florennál a legutóbbi időben mire nem számítottatok? Hát mi nála arra nem számítottunk, hogy bejön még egy sérülés, tulajdonképpen egy olyan 4 hónappal ezelőtt egy küzdelem közben csak úgy összecsuklott, és ahogy a térdével egy kis probléma lett, aztán utána azóta már nagyjából rendbe jött a dolog, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez miért történt, vagy hogy történt, de most már úgy néz ki, hogy már rendben van, küzdött, most volt velem 2 hét edzőtávon, a Salgóteremben voltunk 1 hétig, utána az Ircen, és az Irc az a múlt hét, a pénteken fejeződött be, végigcsinálta a tábort, nem volt semmi gond, úgyhogy reméljük, hogy már nem jön semmi. Mentálisan mennyire kell ott lenni a Flóránál? Mennyire kell, hogy beszélj vele, hogy elhites vele azt, hogy ő képes arra, hogy az olimpián menjen 1 vagy 2 kört? Nagyon sokat kell beszélgetni vele. Itt az olimpia előtt is volt egy olyan esetünk, már az olimpia előtt egy jó 3 hónappal ezelőtt, hogy azt mondta, hogy hát Bence bácsi, nem megyek ki, inkább menjenek. Tehát előfordult nála egy leverségi állapot volt, ezt nem gondolta ezt komolyan. Csak azt mondta, hogy hát én elfáradtam, én nem bírom meg minden, és mondom, Flóra, figyelj, ezért dolgozunk. Mondom, ezért vagy itt a teremben, ezért kezdted el, hogy majd végre kiüss egy olimpiára, és akkor odaér, és mondom, most itt a lehetőség, ezt nem szabad feladni. És nagyon sokat beszélgettünk erről, és utána meggyőztem, és azóta, hál' Isten, nincs ezzel problémánk. Mi az, amivel a Flórát el fogod indítani Rióba? Én a Flórát a versenyre úgy fogom elindítani, hogy a legjobb tudása szerint küzden a szőnyegen. Ott fog majd szerintem kiderülni, hogy mit kell neki mondani a sorsolás után, kivel fog kezdeni. Tehát innen nem tudjuk ezt előre megmondani. Tehát ott, amikor a sorsolás eldőlt, hogy majd kivel fogunk kezdeni, 80 lesznek, azt tudjuk. Lehet azt, hogy kivel fog kezdeni, és ki majd a következő mérkőzésen. Úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha a Flóra
szerint egy-két mérkőzés nyerne, mert nagyon sok sérülése volt a Fulhorának mostanában, úgyhogy rendbe kellett, hogy hozzuk akár lelkileg, és akár testileg is. Úgyhogy én nagyon örülnek, hogyha 2-3 mérkőzéssel lenne, mert akkor már pont szerző helyen van. Szegényebbnek éreznéd magad, ha nem foglalkoznál parasportolókkal? Így, hogy most már belevágtam, 2009-ben szegényebbnek érezni magam, igen, mert nagyon hálás feladat ez. És akkor most játszunk egyet. Múlt heti kérdésünk helyes megfejtése és a nyertes neve a képernyőn olvasható. Ezen a héten péntek délig azt írják meg nekünk, hányszoros paralimpiai bajnok Sors Tamás. Nyertesünket a következő ajándékkal jutalmazzuk. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Jövő héten is tartsanak velünk, hiszen megmutatjuk, hogyan is tettek fogadalmat sportolóink a paralimpiára. Viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.